Los Angelesben csináltak egy klubot, az volt a neve, egy Százas Klub, láttam egy dokumentumfilmet róla, ahol tag csak nő lehetett 100 kiló fölött. És megnyitották a klubot, jó be volt marketingezve, és a férfiak tódultak. Mert, aki a 40 kiló, mert arra gondoltak, hogy aki a 40 kilósakat szereti, ugyanannyinak kell lenni értelemszerűen, aki szereti a kövérnőket konkrétan. De a kövérnők rejtőzködő életet élnek, mert ilyen body shame van, és hogyha van rajta két centi háj, akkor már magad. Azok nem vesznek fel estei ruhát, nem mennek bárokba, vagy szórakozóhelyre, vagy mit tudom. Tódultak a férfiak, és akkor csináltak interjúkat, és ott ült Méri, meg egy tök normál alkatú pali, át se értem érit, és mondta, hogy végre is most lesz az esküvőjük, és olyan boldogok. Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát attól függően, ki mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat. Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! A heti podcast vendége Kánya Kata, és nemrégiben láttam egy színdarabot, el is mondom a címét, az a neve, vagy Kalamazú, nem láttad? Hernádi Kern, érdemes megnézned. Egy társkeresővel indul, hogy két özvegy ember társra vágyik, és itt a cím az érdekes, a társkeresőnek nevető ráncok az a neve. <gül> Jó. Jó? <laughs> Innen jutott eszembe, hogy azért hogy most már nem tudom, hány évtizede ha nem is nevető ráncok, de a kányakat a társkereső, vagy társra lelőd, azért... Társ indul. találok. Társ találok, igen. Ez a nevető ráncok, ez létezhet, hogy idősebb özvegyek mondjuk bevonulnak hozzád, és és keresik az igazit? Én mint nagyon gyakran én... hallom özvegyektől, hogy keresem az igazit, de hát olyan legyen, mint a férjem volt. Hát akkor nem talál. De hát hogy ne lenne? Hát aztán akik hosszú házasság után egyedül maradnak, azoknak a legégetőbb, hogy legyen egy társuk, mert, mert úgy élték le az életüket. És onnan váltani az egyedül létbe egyrészt hát borzalmas nehéz, másrészt meg minek is. Egyszer jött egy, hát ilyen 70 pluszos hölgy, és ott verte nekem az asztalt minden, mint a két hónapon, hogy ő nem talál magának senkit, mondtam, nem tudok 70-es férfit szülni, hát majd vagy jön, vagy nem jön. Na megint érkezett x idő múlva, zokogott, mint a szopós malac, és mondom, úristen. És csak azt haj hajtogatta, hogy beszégyellem magam, beszégyellem, de deszégyellem. Elve, mi történt? Valahogy megnyugtattam, víz, zsebkendő, izé, mondom, de mi baj van? Azt mondta Katika, én imádtam az én lajosomat 45 évig, de ilyen szerelmes még soha nem voltam. <laughs> jó, ez nagyon <laughs> szép történet. Szóval, és hát nagyon-nagyon sok sokan ebből a korosztályból találnak maguknak. És mi a fiatalokkal? Tehát amit az ember az életben tapasztal, hogy borzasztó nehéz nekik, azt látom, Vajon miért tudod erre a választ, vagy a megfejtését? Hát persze, hát elvégzik az egyetemet, mondjuk bekerülnek egy munkahelyre, ahol ők a legfiatalabbak. Egy perc alatt kiderül, hogy van-e potenciális lehetőség, vagy nincs, amúgy is azért óckodnak attól érthető módon, hogy a munkahelyükön találjanak valakit, mert aztán, ha nem sikerül, akkor valamelyiknek onnan el kell menni. Tehát, hogy kiderül, hogy van-e lehetőség, vagy nincs. Ha nincs, dolgoznak ezek látástól Mikulásig, hol? Már kinőttek abból, hogy diszkó, egyébként ott meg nem nagyon lett, nem is tudom, hogy van-e már diszkó, vagy az már ilyen old school story. Nincs, nincs alkalmuk. Tehát az internet. Én ugye 26 éve csinálom ezt az irodát, és amikor elkezdtem, még nem volt internet. Könnyebb volt társat találni, mint ma. Tehát, hogyha valaki nem projektként kezeli ezt a társkeresést, hogy eldönti, mennyi időt, pénzt, energiát szán rá, és megtalálja azt a formáját, ugye, mert már egymillió forma van, megtalálja azt a formáját, ami neki jó, és belerakja az energiát. Most múltkor jött egy pár, akik ott egymásra találtak, és beszélgettünk, megköszönték, mint és azt mondja aztán a hölgy, hogy Tudod, mennyi borzalmas kávét kellett neked meginni, még a Bélával találkozta? Bele kell rakni a melót, ami a találkozás. Mert hogy az embereknek, ugye én mindenkivel beszélgetek, mielőtt belép. Hogy egyáltalán lépjenek be és azt eldöntendő, hogy van-e valami egyéb baj, ami akadályozza őt abban, hogy társat találjon. Mi te pszichológus is vagy? Hát azért én, én végeztem párterápiát, családterápiát, szóval én nagyon sokat tanult, Tam, amikor rájöttem arra, hogy ezt nem lehet hályok kovácsmódjára módjára csinálni. De hát ez már jó régen volt, amikor rájöttem, hála Istennek, és akkor azért elkezdtem komolyan tanulni. Meg hát azért gondold el, csinálom 26 Az Ez élet volt a nagy iskola. Hát az is, meg, meg, hát amiket tanultam nyilvánvalóan az is. Szóval, hogy, hogy csinálni kell ezt a dolgot, mert mert a véletlenbe lehet bízni, csak a véletlent azért hívják véletlennek, mert nagyon ritkán fordul elő. Ez az egyik. A másik meg, hogy ez nem egy y elágazás, hogy áll valaki, és akkor most el kell döntenie, hogy mondjuk az iroda, vagy az élet. Attól, hogy ő jön az irodába, attól az életben bármi megtörténhet vele, ami amúgy is megtörténik, sőt, de ezt a sőtöt, ezt nem mondom el, ezt azoknak szoktam elmondani, ezt a titkot, akik már megtalálták a társukat. Hogy miért könnyebb új társat találni, hogyha valaki valahol. Ilyen programszerűen keres, de ezt most nem fogom elmondani. Játszunk le ingyenbe, én most nem fizetek, kedves Katika magának. Hogy hogy néz ki egy ilyen bekopogok? Jó napot kívánok, szeretnék egy férfit magamnak. És akkor azt mondom, hogy, hogy meséljen a maga. Először is meséljen a munkájáról, mert ugye nagyon fontos dolog, hogy. hogy társat csak jókedvűen lehet keresni. Tehát hadd mondjak itt valamit, ezt soha nem értettem ifjúkoromban. Amikor szakítottam, soha nem jött senki. Amikor boldog kapcsolatban éltem, akkor ragadtak a pasik, és egyszerűen a kínálat olyan bőséges volt, hogy ez miért van, de akkor megválaszoltad, hogy boldogan lehet. Tehát, ha jóba vagy magaddal. Igen. Ugyanis a kommunikációnak az 5 a a verbalitás, és a 95 a a metakommunikáció, ami sok mindenből áll. Egyszer jött egy, hát 40 felé járó nő, aki azt mondta, hogy ő most van túl élete legnagyobb szerelmén, amennyire túl van, mert hogy találkozott avval a férfival, akire óvodás kora óta vágyik úgy nézett ki, olyan volt, azt csinálta, úgy beszélt, tenyerén hordta, nem tudom micsoda, és hogy ő tudta, hogy egy ilyen férfi, őt nem, ő nem kellhet egy ilyen férfinak. És mennyire igaza lett, mert a férfi meg se tudta mondani, hogy miért, de nyolc hónap után szakított vele. És akkor azt mondtam neki, hogy azért, mert addigra sikerült lebeszélni magadról. Ugyanis elsősorban az hat a másikra, amit én gondolok. Nem az, amit mondok. Hányszor érzed azt, hogy ez nem mond igazat, vagy ez nem Amis, hiteles, igen. vagy ez nem. Tehát, hogy, hogy magyarul csak jó, akkor lehet társat keres, találni, inkább azt mondom, ha te jóba vagy magaddal, mert senki nem kíváncsi egy neurasztréniás, neurasztréniás idegbeteg, frusztrált, rosszkedvű, negatív emberrel, hát ki szeretne olyat senki. És hogyha belülről ezt árasztod, mert magaddal nem vagy jóban, akkor akkor az nem fog menni. Szóval, hogy először beszélgettünk arról, hogy mit dolgozik, szereti, nem szereti. És ha látod, hogy mondjuk zakant vagyok, akkor elküldesz egy pszichológushoz? Vagy akkor azért még kísérletezel, hogy Nézd, itt vannak a csinosabbnál csinosabb. Ott van az én felelősségem, hogy fel tudjam mérni, hogy ha baj van, hogy tudok-e én segíteni, mert én nem vagyok pszichológus. Nyilván tudok egy csomó technikát, meg megtanultam egy csomó mindent, de nem vagyok pszichológus. Tehát, hogy ez túlmegye az én... Kompetenciámon, vagy pedig azt mondom neki, hogy, oké, okay, gyere, még ne kezdjél el keresgélni, hanem még gyere, egyszer, kétszer, háromszor beszélgessünk, ha úgy érzem, hogy én tudok rajta segíteni. Tehát, hogy ezt kell eldöntenem, ez egy felelősség nyilvánvalóan, hogy, hogy én vagy valaki, hogyha baj van, meg hogy megértessem vele, hogy baj van mert azért nagyon sokan uh, hárítanak. Igen. Úgy ez neked amikor indult ez megélhetés volt, mert azért még nem nagyon tudhattad, hogy mibe csöppensz bele. És most már lehet, hogy szenvedélyedé vált. Tehát ezek olyan beszélgetések, amik, amik páratlanok lehetnek, meg én azt gondolom, hogy téged is építenek, mert minden mondat, ami mástól egy beszélgetésben elhangzik, az az embernek a szívébe, lelkébe beleül. De hogy indult a dolog? Hát azon, hogy tudom, hogy volt a rádióműsorom. Volt teh... a rádió műsorom, a tévémisorom, teljesen, hogy mondjam, nyilván azok már azért voltak, mert engem, engem nagyon érdekelnek az emberi kapcsolatok a színészet sem más, mint, mint, emberi kapcsolatokról szóló történet. És akkor adta magát a dolog, hogy amikor a rádióban már öt éve csináltam a, a, kupidót, akkor azt gondoltam, ugye, ami akkor leghallgatottabb műsor volt, hogy, hogy akkor van annyi hitelem, hogy elindítsak egy ilyet. És akkor így, így. Hát az elején az minden vállalkozás az elején, hogyha most nem a. a de hát a, 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 a intellektuális részében is, vagy hogy mondjam, fel kellett ismernem, Tudom, azt szoktam mondani, mindig az a nagyon fontos, hogy az ember azt tudja, hogy mit nem tud. És azért fel kellett nekem ismernem, hogy mit nem tudok. És akkor egyfelől ez az egész vállalkozósdi, ugye? Ez egy másfajta üzemmód, mint a havi fix. Hát, De meg hát a színészetnél is. Hát most már a minőségét, meg a tartalmát nézem a pénzen túl a, a, a munkának, hogy azért a színpadról átültél a, a műsorvezetői székbe, akkor onnan egy privát székbe, Hát persze, de hát ezt én így párhuzamosan csináltam. Nekem, nekem mindig az a fontos, hogy, hogy, hogy jöjjön valami kihívás, jöjjön valami új, jöjjön valami feladat, a, ami inspirál, ami előre visz, ami, am, am, amitől újabb energiát nyerek. Hát, és azt mondod, hogy ezt még nem lehetett tudni. Semmit nem lehetett tudni, amiben én belekezdtem, hogy mi lesz belőle. Az mindegy bungee jumping volt. Hogy vagy sikerül, vagy nem. De hát ha én szerintem a baj mindig, ez az én karakterem, vagy az én, én lelkemnek. A baj ott van, ha nem próbálod meg. Ha nem sikerül, az nem baj. Senkinek se sikerül minden. Tehát én soha nem omlottam össze, ha nekem valami nem sikerült. De hogy valami izgat, meg érdekel, és hogy azt ne próbáljam meg, hát az, akkor az egész életedbe szemrehányást teszel magadnak, hogy ha akkor azt én ott. Ezt meg nem engedem. Igen, és nekem mindig a Feldmárnak a a mondata van, hogy, hogy, döntesz, és hidd el, hogy abban a pillanatban a leges legjobb döntést hoztad, mert azért hoztad ezt a döntést. Utólag ne kezd el felülbírálni magad, hogy ez egy butaság Nem biztos, volt. hogy a legjobb döntés, de az biztos, hogy nem hozhattál más döntést. Igen, igen. Érted? Igen. Tehát, hogy amiből összeállsz, abban az adott pillanatban, amikor döntened kell, akkor azt a döntést tudod hozni, ami az addigi életedből mint eredmény kijön. A mai napig nem unod? Nyilvánvalóan azt fogod mondani, hogy nem, mert hát hivatalból ezt kell mondani a, a, a társ közvetítői. Nem, néha, néha fel... Uh, Unni nem unom, persze, hogy nem unom. Ugye eleve, ha valaki oda eljön, lehúzza a cipzárt és kirakja a lelkét, az egy megtiszteltetés, egy olyan szintű bizalom, ami az embert folyamatosan építi. De néha iszonyatosan fel tudnak mérgesíteni. És akkor így, miközben hallgatom, és mindjárt szétduran az agyam a dütől, a így folyamatosan kell nyugtatni magam, tudod, hogy de de ne kezdjél el ki, hogy ne kezdjél el, vagy ne kezdjél el, vagy ne. De indulatos vagy egy kicsit. Roppant indulatos de? vagyok, és amikor látom, hogy valaki rossz, szóval elpróbálok neki olyan dolgokat mondani, mert én mit tudok csinálni? Valaki, mindenki kinéz egy ablakon. És én annyit tudok tenni, hogy azt mondom neki, hogy ne ott nézzél ki, gyere ide, nézd meg innen, biztos, hogy az rossz vagy biztos, hogy azt úgy kell, vagy biztos, hogy az. Na most, amikor elkezdek valakit átcsalogatni a másik ablakhoz, és bármit mondok neki, és tudom, hogy az egy újdonság, mert hiszen nem azt csinálná, ha ezt tudná, és akkor azt mondja, tudom. Ja, azt tudom, tudom. És akkor arra gondolok, oké, ha tudod, akkor tudod. 20. Akkor tudod könyvet tudnál már ebből írni, vagy írtál már? Mm, írtál már? Persze, történt, igen. 11 olyan történet. Nyilván úgy írtam meg, hogy, hogy ne, nem, hogy ne felismer. legyen a történet felismerhető, de 11 olyan történet, amit ha én olvasok, egyikről se hittem volna el, hogy igaz. És Az ott, élet a legnagyobb. Ott ült, tehát hogy, hogy mi, miből lehet felállni. Tehát, hogy milyen őrületes történetek vannak, amiből az emberek nyilván padlót fognak, aztán leporolják a térdüket és fölállnak. Szóval, én ezt azért írtam, mert olyan nyavaigósak vagyunk. Én már nem, hogy megöregedtem, de, de azért nekem is volt az életemnek olyan szakasza, amikor olyan dolgokon tudtam kiborulni, meg olyan dolgokon tudtam megsértődni, meg veszekedni, meg mit tudom én, és akkor egyszer csak így rájössz, hogy mi van. <hül> hogy mi a fontos. Igen? Igen. De egyébként a magyarokra mondják, hogy egy egy panaszkodós nép vagyunk, és tudod, mindig van, aki kikéri, hogy ilyet nem lehet mondani, hogy milyen a nép. Persze. mert De sajnos nagy többségben. Hát sokan, igen. igen. Tehát két igen. ember találkozik, biztos, hogy a nyűgét baját kezdi elmondani, és nem az örömét. Én szeretem, pszichológusok mondják azt a, azt a módszert, hogy az ember minden nap gondolja végig a napját mondjuk, de írja le azt a három-négy jó dolgot, ami történt vele, hogy ne is felejtsük el, de ne uralkodjon el állandóan a rossz rajtunk. Hát meg így így én legalábbis azt én akkor érzem jól magam, hogyha mindig törekszem valami örömforrást összekaparni magamnak minden nap valamit, ami, ami jó leső érzéssel tölt el, vagy örömöt ad, vagy örülök neki, ma például itt vagyok. Ezt Örülsz tök, neki? Persze. Tényleg? Ez tök Igen, jó, jó, érted, és akkor este, amikor lefekszem, akkor arra gondolok, hogy itt voltam a Kunzsuzsinál, aztán majd végig gondolom, hogy hülyeséget beszéltem, vagy nem. De szóval, hogy, hogy mindig lehet valami, de az, az is lehet csak, hogy, hogy odasüt a... Tudom, hogy ez ilyen nagyon Banális gáz, de hogyha odasüt-e egy padra a nap ebbe a hűvös időbe, és, a, és odaülsz, és egy kicsit oda tartod az arcod. Az is lehet egy örömforrás. Igen. Tehát olyan dolgokat nem veszünk észre, olyan dolgokon siklunk át, és vesszük természetesnek, aminek akár örülni is lehet. De, de tehát ehhez egy kicsit korosnak kell lenni, hát ahogy te magad is mondtad, hogy milyen voltál fiatalabbnak. Persze, kicsit, persze, pippad, persze igen, de hát hogyha, ez az úton végig kell menni. Igen, de hát tudod, hogy azért a, az embernek már hallja innen is, meg onnan is, meg onnan is, akkor csak el lehet rajta gondolkozni, és esetleg majd hamarabb ér oda mint én. Kaptál te valami bölcs jó tanácsot a szüleittől, hogy édes Katikám, hogy kell élni, hogy kell jól élni, mire figyelj, mire vigyáz? Én, hogy én azt gondolom, hogy gyereket nem lehet nevelni. Az ember, él, és ezt megtapasztaltam a Rozival is, a lányommal, gyereket nem lehet nevelni, az ember él egy életet, és az a példa. És az én szüleim, mert együtt hárman, miután egyetlen egy darab rokonunk nem volt, és ezért nagyon, nagyon erős szimbiózis meg szövetség. Szoktam mondani, hogy túl szép volt a gyerekkorom. És hova lett a rokonság? Hát a háborúban meghaltak. A, a, én már egy nagy szülőmet se ismertem, mire én megszülettem, már mindenki meghalt. Az apunak nem volt testvére, az anyunak volt egy darab testvére Ausztráliában, tehát hogy nem voltak rokonok meg nagyon szegények voltunk, nem volt olyan, hogy babysitter, vagy mit tudom én, úgyhogy húztak magukkal mindenhova. Emlékszem, hogy egyszer elvettük, hát már nagy dolog volt, Jugoszláviába nyaralni, és a papám imádta a kaszin, a rulettet, imádta. És hát hogy ugye ott volt. És akkor engem beraktak a ruhatárba, mert, mert hogy nem lehetett bevinni, hova raktak volna. Szóval, hogy, hogy én, ha visszagondolok rájuk, hát, 30 éve meghaltak sajnos nagyon régen, akkor én, nekem mindig az van, hogy mi röhögtünk. Tudod? És az ő életük az egy, egyrészt egy példa volt nekem. Az ő kapcsolatuk is egy példa volt, 48 évig éltek, és 48 évig szerették egymást, szóval elképesztő volt. És, és akkor valahogy nekem ez volt a természet, és az volt a te, Szóval ha egy csöng a telefon, és egy azt mondod a gyerekednek, hogy ha Zsuzsi keres, nem vagyok itthon, akkor onnantól fogva, hogy mondod azt, hogy nem szabad hazudni? Igen. Igen. Érted? Tehát, hogy csak ezen múlik, hogy hiteles vagy-e, avagy sem. Az én szüleim számomra hitelesek voltak, és egy olyan támogató szabadságban neveltek engem fel. Mindig szoktam mondani a Rozinak, hogy ez a mázlia. Mert hogy az ember, ha, ha valami jó, akkor nyilván azt próbálja a gyerekének. Csak nem biztos, hogy a gyereknek is az a jó. Hát figyelj, egy, egy ilyen feltétel nélküli szeretet, meg egy ilyen támogató, védőháló, az melyik gyereknek rossz? Az jó. Csak a sok beszéda nem jó. Hát persze az, amit mondasz, összleges. hogy példával, é, igen. Az teljesen de ez for... a bezzeg az én időmben? Á, én ott nem, hát az. Nem annak az, semmi értelme. Az nem teljesen nem De nem. de ha 48 év volt a szüleidnek együtt, akkor nem ugyanez lett volna, mint a neked, és nem erre vágytál? Hát dehogy nem, aki nem erre vágyik? Hát az, hogy nem sikerült, az egy más kérdés. de De hát persze, hogy mindenki erre vágyna, nekik sikerült. Nekem meg nem sikerült, de hát az életben nem sikerült. Ha kiveszük, hogy ki volt a párod, és hogy az ő hibájából miért nem sikerült, te tudod a hibáidat, hogy hol, hol voltál, vagy te a hunyó? Ismered annyira magad? Hogyne, persze, tehát hogy. Ö, 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 ö. Igen. Tehát, hogy tudom, de hogy erről azért nem szeretnék beszélni, mert nem szeretnék mást minősíteni, vagy elmondani azt, hogy az volt az én hibám, hogy nem vettem észre, hogy neki nem tudom, piros masni van a hajába. Tehát, hogy ez, ez, ezért nem, de, de nyilvánvaló, hogy volt időm végig gondolni, levonni a konzekvenciákat, és és megérteni, hogy, hogy én egy ilyen tök idealisztikus elképzelésem volt, és valószínűleg ez a szüleim hi igen, hibája, igen. tudod? Hogy hogy, hogy az barát. ember mindig, tudod, szokták mondani, hogy az a alkoholista szülők gyereke az alkoholistához fog hozzá menni, stb. Na most én láttam egy ilyen rózsaszín felhőt egész életben. Nem is veszekedtek, vagy legalábbis előtted, nem? Hát előttem nem. Néha, amikor, mit tudom én, a, egyikük fölcsattant valamiért, így néztem, hogy most baj van, vagy veszek, vagy mi Mi, röh mi igen, mi röhögtünk. Tehát, hogy, hogy hihetetlen természetük volt mindkettőjüknek. És szerintem, tudod, az a korosztály az én szüleim, akik 20 meg 21-ben születtek, és, és megérték fiatalon a második világháborút, és végig bujkálták a második világháborút, és mindenkiük meghalt másképp nézték az életet. Tudod, szóval náluk más volt a baj. Tehát, hogy Tehát kevés az baj volt. A szegénység, igen, de még az se biztos, hogy nagy baj Nem volt. úgy értem, a, már a háború után, mikor ők összeházasodtak, igen. és elkezdtek élni, barom kettőik volt egy téli kabátjuk, vagy mit tudom én, vannak ilyen történetek, de hogy ők, ők a háború után, amit ők bujkálásban, meg mindenben szereteik elvesztésében vég csináltak, amikor már béke lett. Hát mi tudta volna őket annyira Igen. kiborítani? A szegénység hogy van jelen az életedben? És én mondok egy példát, mi nem voltunk szegények, de a mai napig, ha mondjuk elmegyek vásárolni, és ott ezek, mondjuk egy százezer forintos csizmával, nem tudom megvenni, mert a gyerekkoromban, kamaszkoromban e, ilyen nem létezett, hogy, 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 az ember ilyen nagyon drága dolgokat megvegyen. Tehát ez az ár értékarány nem volt meg, hogy te hogy vagy ezzel, hogy mi maradt ebből meg? Hát semmi, mert én akkor még tudom, hogy fűrészporral fűtöttünk, meg a, az anyukám a tréningruhájából csinálta nekem a rugdalódzót, meg mit tudom én, de hogy aztán mire én feleszméltem, akkor már nem volt ilyen típusú szegénység. Na de mondjuk észnélkül tudsz költeni magadra? Ö, hát attól függ, mire. Mi az, amire szeretsz? Igen, mondjuk egy ruhára vagy egy csizmára nem létezik. Tehát, hogy Utazásra biztos. Mi? Utazásra Gondoltam. költök, sportokra költök, tehát hogy ezekre a dolgokra, de azt is meg kellett magammal beszélni. Tudod, hogy nem loptam a rávalót, nem örököltem, nem megdolgoztam érte, erre költöm pont. De hogy, hogy ez sokáig tartott valóban, míg, míg olyan felhőtlenül ki tudtam fizetni egy X összeget egy búvárkodásért, vagy mit tudom én de ilyen, hát a mai napig, tehát, hogy én megvegyek egy 100 ezer forintos csizmát. nekem sem ér annyi... Rendeltem az Inter egy olyan rohat jó bokacsizmát, 6700 forintért, <laughs> meg is jött, felvettem, kényelmes, jó, mit, százezer forintért egy csizmát, és az még nem is egy drága csizma. Tehát, hogy nem, én ezekben nem, 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 nem. Ezeket... Mennyit dolgozol? Hát nézd, konkrétan a az irodában dolgozom három napot egy héten, és akkor... És akkor ugye kerámiázom, és... Azt nem is tudtam. Nem, már hát volt kiállításom, meg minden, persze. És miket csinálsz? Hát mindenfélét. És és akkor most ugye karácsony előtt vannak ilyen megrendelések, és akkor most már egy forog az agyam, hogy valaki ajándékot akar valaki érnek, hogy azért az milyen legyen, hogy legyen, mit tudom én. Na, de mondj valamit, mit csinálsz? Hát Tehát mit hasznos tök? dolgokat, hát tányérokat, vagy pedig szobrokat és műtárgyakat? Bázákat, kaspókat, tálakat, mikor mi jön az agyamba? És megrendelésed is van? Hát van, mert volt, ugye először úgy, úgy volt, hogy hogy elkezdtem kerámiazni, és akkor a a Nárai Tamásnak mondhatom, hogy barátom, vittem ajándékba egy kerájára, és azt mondta, anyukám, hát ez rohadt jó, mondta, és kivitt egy sorozatot az ő Szigeszbe, mm, az ő... A stúdiójába? Nem a stúdiójába, hanem a, hogy hívják ezt, ahol a festményei vannak, a, ezt majd vágj ki, szíves. Galériában? Galériában, igen, és ott vannak a galériában, egyet meg is vettek, vagy kettőt, nem tudom. És akkor ez nekem egy nagy visszaigazolás volt, hogy a Tamásnak ez ennyire tetszik, és akkor elkezdtem mindenfélét csinálni, és akkor megkértem olyan embereket, akiknek akik, adok a véleményére már így művészileg, és akkor följöttek, megnézték, és akkor még csináltam, mondtak mindenféle, hogy így, úgy, amúgy, és akkor, mikor elhatároztam, hogy csinálok egy kiállítást májusban, akkor, akkor meg összeállítottam, amit elképzeltem, és akkor megint fölhívtam hozzáértőket, és hogy ez most nem gáz, mert én nem tudom megítélni. Azt mondták, hogy ez nagyon jó. És akkor csináltam egy kiállítást. Egyébként meg azt gondolom, ha gáz lenne, akkor sincs fele semmi baj, ha te örömedet leled benne. az ember akkor nem csak kiállítást. Hát a barátainak csinál. De hát ez az vicces sok kiállítás ember volt, meg, ennek, hát az látogatható a. volt x ide, Jó, hát minden, úgy nem, minden. csak ezt az, arra gondoltam, <laughs> hogy, hogy már az iskolában elkezdik azt az emberben úgy jó a betonba döngölni, hogy te ne énekelj, mert nem vagy tehetséges, ne rajzolj, mert nem vagy Persze, tehetséges, igen. meg még mi mindenhez nem vagy. Tehát elveszi az, hogy a saját örömömre tulajdonképpen bármit csinálhatok. Hát igen, meg nem lehet azt mondani senkinek, hogy, hogy uh, tudod, ha, hazajön a gyerek, és nyolc uh, évesen, és azt mondja, hogy az anyukájának, hogy írtak az iskolából, és akkor elolvasta az anyuka, és oda van írva, hogy nagyon kérjük, hogy vigye el a gyerekét egy képességfejlesztő iskolába, nem tudja tartani a tempót a többiekkel, mert sajnos... És akkor a gyerek azt kérdezi, hogy mit írtak, anyu? Azt mondja, azt írták, hogy te már ne járj ebbe az iskolában, mert annyira okosabb vagy, mint a többi, és ezt a gyereket úgy hívták, hogy Edison. Igen, igen. Ezen múlik. De hát a patkány kísérletet csinálnak akkor is, amikor odaadják, a, aki a kísérletet csinálja, a patkányokat. És erről van egyébként, el lehet olvasni. Hogy, és azt mondják, hogy ez nagyon okos ez a patkány. Hát a másik az ön átlagos. Ez a patkány jobb időket fog csinálni, mint a másik, mert aki néz, ez egy misztérium, elképesztő. Mint ahogy megcsinálták ezt a pedagógusokkal is, hogy csináltattak a, a gyerekekkel felmérőt, amit nem adtak oda a tanárnak, és a két leggyengébre azt mondták, hogy, hogy messze a legjobb az egész bandából. És évvégére az a kettő az lett kettő. messze a legjobb. Ez hihetetlen tényleg egyébként. Igen. Ezért veszélyes dolog szerintem, mondjuk egy sérül gyereket, ha veszek, ezzel a bélyeggel élni, mert bárkiből bármi lehet. De hogyha megkapja a bélyegét... Akkor kész. Akkor kész, azzal hazavágták egy életre. És tulajdonképpen egy, egy gyerek arra lesz, vagy minden ember, arra lesz képes, amit elhisz magáról, hogy képes rá. Na most egy gyerekbe én szerintem se, írdatlan mennyiségű önbizalmat kell táplálni, ami nem azt jelenti, hogy ha valami rosszat csinál, akkor azért nem szólsz, vagy nem mondod, hogy nem szopogatjuk az életmengét, hanem hogy én a Rozinak azt mondtam, ma kinézett az ablakon, hogy te így senki nem tud kinézni az ablakon. Most ezt idézőjelben mondom természetesen, mert az élethez az kell, hogy elhiggyem magam. Engem most az egyik gyerek kisgyerek megfogott, azt hiszem mindig, hogy értek a gyerekekhez, beszélgettünk és úgy elkezdett hazudozni. És akkor mondom neki, hogy hát ez kicsi még. Hogy ez nem igaz. Azt mondja, hogy én úgy szeretek hazudni. Na most erre te mit mondanál? Én... Hazudj! Hazud? Hát persze, hát <laughs> miért baj az? Hát nyilván az ő még... Én nem értem Keveri a ezt. fantáziát hát persze, persze, szerintem. Hát ez attól függ, hogy mit, meg hogyan, de hogy, hogy lesz-e baja belőle, vagy nem. De szerintem ez a gyerekeknél ilyen a fantázia Egyébként világa most, össze... hogy kimondod, hát a gyerekek mesevilágon világon nőnek. Hát be, fel. Hála, akkor úgy, ő hát. miért ne találhatna ki meséket, amire ő azt mondja, hogy hazugság. Amire Talán. a felnőtt azt mondja, hogy hazugság. Igen, és akkor ő meg már használja, hogy milyen jó hazudni. Igen, de hogy ő abban él. Igen. És nem Igen. is érti igazán, Igen. hogy miért kell őt lerángatni a földre. Mi volt, amivel leginkább megfogott téged, Rozi, amikor ugye a gyereknevelés közben, hogy nem akarom nevelni, dicsérem, de azért itt ez most már egy kicsit nehéz helyzet. Ja, csak ilyen volt. Kamasz korában csak ilyen volt. Hát borzasztó volt, szóval akkor nehéz volt támogató anyának lenni, de tudod, ha az ember egyedül neveli a gyerekét, mert azért legyünk őszinték, ez egy kétszemélyes műfaj, ez a gyereknevelés. A Sőt, mama, akkor is, ha papa ott van, még néha akkor is. A mama a személyzet, a papa a fejebiteli fórum. Ez jó, igen. És amikor az anyukám nekem azt mondta, hogy Katikám, csinálj már rendet, légy szíves a szobádban. Jó, mondtam, és jó. Kati, tegnap is kértelek, hogy csinálj rá. És akkor ez így ment, egy darabig az apu olvasta az újságot, azt mondta, Kati! És én mentem rendet csinálni a szobába, pedig hát nem mertek, meg nem kiabáltak velem, meg semmi. Tehát, hogy egy személyben azért nehéz, mert nem lehetsz egyszerre jó rendőr, rossz rendőr, tehát ott el kell dönteni, hogy, hogy melyik szerepet viszed. És azért egy gyereket megtörni, az borzasztó könnyű, erőből hatalomból, én vagyok a, épp mondom, én kegyeremet eszed. Én. De hogy egybe tartani, vagy, vagy egyszerre működtetni ezt a feltétel nélküli szeretetet, meg a valamilyen szabályozást azért végig csak, az egy őrületesen nehéz dolog. Szerintem, ha valaki most hallgat minket, akkor azt mondja, hogy fú, itt okoskodik ez a két nő. Persze, hát én is tudom papírom meg fejben, csak tessék, szerintem szóval, nagy gyakorlatot végigcsinálni. Hát nagyon nehéz. Persze, és minden gyerek más, minden felnőtt más, minden helyzet más, tehát hogy én, én nem vagyok szakember ebben, én nem tudok tanácsot adni, csak azt tudom, hogy én mind bergődtem át magam a Rozival, Nyilván ugye a Vekerdi azt mondja, hogy egy kamasszal nincs probléma, akkor kezdjen a szülő aggódni. Tehát, Szeretnye hogy Szeretne aggódni. <laughs> Igen. De hát aztán elmúlt a kamaszkor, és konszolidálódtak a viszonyok, és hát tényleg mindenkinek olyan szülőgyerek kapcsolatot kívánok, mint a miénk. Te teljesen békében vagy magaddal? Vagy hogyha valamit kellene változtatni, akkor azért tudnál egy listát írni, hogy kányakatának miben kéne még változnia. Már mire, kívül belül, vagy mire kívül belül. Te, nekem az a mázlim, hogy én nem vagyok híú. Ez egy állati nagy mázli. Nem azt mondom, hogy nem mosakszom, meg <laughs> Itt kifestettem kipest, a szemem, <laughs> mielőtt jöttem, meg fölkedtem valami izét, de hogy én mit tudom, én a kétségbe esek a ráncaimtól, vagy art, plastikát csinál, vagy nem, tehát hogy az nem Nové. Tehát, hogy az a, nem, nem vagyok annyira hívó. Azt mondom, 70 éves vagyok, szerintem tök jól vagyok ahhoz képest. Sokkal több figyelmet szentelek arra, hogy hogy egyrészt belül jól legyek, másrészt meg az egészségemre. Tehát nekem az a, tehát, hogy én sokat sportoljak, sok, nagyon aktív legyek, sok, de mondjuk ez jön is belőlem, energikus legyek, sok mindent csináljak. Szóval, hogy ez, nekem ez a, ez a, fontos. Kell fogyókúráznod? Jaj, ne is mondnos Nekem van valami... Mondjuk ez morhára nem tartozik ide, de minden Van valami anyagcsere zavarom, amire most remélem, hogy a akihez most elkerültem, az rá tud jönni, mert tehát, hogy nem tudok fogyni bármit is. Csinálok, ha nem eszem, csak sportolok, csak nem, de most azt hiszem, hogy jó helyen vagyok, és hogy talán rá fogunk jönni arra, hát hogy. Any ez... Anyukánk azt mondták, hogy nekem legalábbis, hogy minden tíz évben számoljon az ember két-három kilóval, mert hogy az anyagcsere lelassul. Persze, és a mostpart hát... Saci meg azt mondta, hogy ahogy telik akkor kort, és szívesen így felezni a egyre kisebb tányérokat Igen, nekem is ezt a nagy okosságot tudták mondani, hogy szép maga így is katika, meg kevesebbet egyen, ez Már az persze, hogy kevesebbet egyen, de mindegy, most nem menjünk bele. Tehát, hogy, hogy ilyen problémám van, de ez, ez szerintem megoldható, mondjuk van rajtam 5 kiló amit leszeretnék küzdeni, de egyrészt nem tudom, semmilyen fogyókúrával megserezdülök, bármennyi sportolok, másrészt meg azt nem akarom, hogy ez aztán ha legyen, a 8 égé. legyen, 10 legyen, igen, tudod? Igen. Tehát, hogy jó lenne most már, hogyha ez megoldódna, de egyébként hála a jó Istennek, Uh, hát persze, hogy mit változtatnék, hát szeretnék azért most már uh, kicsit kevésbé szangvinikus lenni. Még mindig az vagy? Hát persze, hát ez uh, ilyen az ember, hát én ilyen vagyok, de hogy, hogy ami nekem nem jó azokba a csatokba nem belemenni. Régen borzalmasan sértődös voltam, és ebből nagyon sok problémám volt, de ezt, ezt elengedt, tehát hogy már nem vagyok. Nézem a kezedet a tetoválásod. Ja. Ez a te mi generációnkra azért nem nagyon volt jellemző, hogy tetováltak lettünk volna, ha csak nem a börtönből jöttünk. <laughs> a történelmi tetoválás nem, nem mondom, igen, de hát nem jellemző, és akkor erre te rászántad magad, de nem fejtettem meg így a távolban. Ez hogy egy mi kocka ez medúza mert búvárkodás? Hogy, a, igen, a búvárkodás miatt. Nek, én, ha nem ilyen öreg lennék, én szét lennék varva. Nekem Komolya. annyira tetszik. Én meg vagyok érte őrülve. Tehát, hogy, hogy, és akkor gondoltam, hogy hát mondom, nem lehet. Hát ez a... És akkor valami műsorban együtt voltunk a Vándor Évivel, és megláttam, hogy neki van egy csomó. Mondom, Évi, te ezt mikor csináltad? Azt mondja, hát a tavaly előtti születést, meg az... Megyek. És akkor gondoltam, hogy hát egy ember van, akiből nem szeretnék hülyét csinálni, az a Rozi, és akkor felhívtam a Rozit, hogy te mit szólnál, hogyha... Azt mondta, az nagyon király mama. Rozinak is van? Rozinak is van, igen. Nagyon király mondta, és oda jött, amikor varták a kezemre, és a közvetítette az Instán, vagy nem tudom, <laughs> az eseményt szóval büszke volt rám. De máshol nincsen? Nincs, ez az egy. De többet nem kívánsz. Hát mivel, ne. kívánnék én idáig, de, de hát nem, hát azért hülye nem vagyok. Tehát. Ahogy ezt az anyagcsere dolgot mondtad, és rögtön majdnem lakatot tettél a szád, ja, nem ide tartozik, hogy vajon miért van az, hogy az ember a, a, a buktatóiról, a sérüléseiről, a betegségeiről nem akar beszélni, pedig így kerek az élet, az Igen, is csak tartozik. az embernek van egy magánszférája. De ha segítesz ezzel másnak, mert. Hát akkor most én például a... hallgattam, ugyanazzal küzdök, amivel hogy nem megy le az a rohadt 5 kilo, és én is azon vagyok, hogy lehet, hogy valami anyagcsere. Tehát rögtön belét kapaszkodtam. Fú, hát akkor talán. Boldog, ott a hát megoldás. Csak azért azt gondolom, hogy van egy mindenkinek van egy mag, ahol van mindenféle belül, ami ami csak rám tartozik. És én a betegséggel például úgy vagyok, bár ezt, ezt valóban azért mondtam el, mert tudom, hogy, hogy sokan küzdenek ezzel, hogy, de úgy általában a betegséggel úgy vagyok, hogy az, az aztán tényleg magánügy. Hogy az. Tehát tudod, én sok mindenről nem akarok senkit megbántani, de amióta ezek a magánéleti betegségek, meghalt anyám vagy mégse, terhes vagyok, de nem, Mit hogy ezeknek már eszjé számuk van, és ebből emberek végighaknizzák a, a médiát. Én egyre kevésbé beszélek erről, mert azt gondolom, hogy hogy amíg az embernek van más mondani valója, addig ne haknizzon a magán. Szóval ez nekem roppant ellenszembes. Meg ilyen, szá, inkább azt hogy szánnal. De a Rozit sem szoktad nyilvánosan a Facebookon születésnapján felköszönteni? De, azt képzeljük, ki, ki, szoktunk rakni egy képet, egy közös képet, vagy mit, valami ilyesmit. Szoktunk mi, mert úgy, ugye, nézd, egy születésnap, az, tehát ott én nem köszönteném fölöt, mert az a világ A barátom, amikor látom, hogy ki van írva, hogy születésnapja van, akkor én felhívom, és azt Igen. mondom, hogy Isten éltese, nem fogom odaírni. Nekem azon szoktam nagyon róla. sokat rögtön, amikor valakinek házassági évfordulója van, és kiírja a párjának, hogy nagyon szeretlek, kicsikém, és 25. -től. Miért nem mondja meg neki, ott van mellette valószínűleg. Igen. Szóval, igen. Hogy ezeket én nagyon, de lehet, hogy öreg vagyok, tehát, hogy ezeket én nagyon-nagyon gáznak tartom, meg azt is gondolom, hogy hogy ebben olyan emberek élnek, hogy így kirakják a magánéletüket a placra, akiknek nincs más, vagy nagyon kevés az a más, vagy az a megtámogatandó, vagy hogy nincsenek gondolatai, vagy hogy senkit nem érdekelnek a gondolatai, az is, hát, <laughs> az is lehet. Egyébként ezért is jó a te kereső, társ, keresőd is, mert ott azért, ha, ha, nem is ebből élnél, de ott olyan beszélgetések vannak, hogy olyan csodákra talál az ember, wow. gondolom, ugye? Én azért mondom, hogy megunhatatlan, mert mindenki más, és mindenki egy olyan történettel. Tudod, szokták mondani ilyen közhelyesen, hogy, hogy mindenkinek az élete egy regény. De tényleg így van. De egyébként meg mi azt tanultuk a főiskolán, már a színművészetén, hogy a közhelyet, a közhely szót azt mindenki negatív értelemben használja. Holott a közhely az azt jelenti, hogy valamit állandóan mondanak, nagyon hosszú időn át, mert érvényes. Mert olyan igazságtartalma van, ami érvényes volt 50 éve is, 30 éve is, most is, meg érvényes is lesz az a közhely. Tehát, hogy ez egy rossz elgondolás, hogy az, az egy negatív értelmű. Mi újdonság van még az életedben? Nekem újdonság volt a, a kerámia is, ja, de van még de valami? Elég. De hát ez már a múlt akkor, vagy jelentett a jövőre jelen. is. Hát nem tudom, vannak minden olyan nagy dolog, az most nincs ilyen projekt, de az bármikor lehet. Tehát, hogy Igen, tehát hogyha felkeresnek, megtalálnak, szerintem te nem nagyon mondasz nemet, ha illik a... Az az igazság, hogy, hogy, erre is egy pár éve jöttem rá, hogy én, mint a nyomtatóló, tudod, fölhívtak, hogy a, jönnél -e ide, menjél -e oda, de, és én mondtam, hogy igen, persze. Csak egy pár éve rájöttem, hogy, hogy lehet azt is mondani, hogy nem szeretnék. És most már egyre többször azt mondom, hogy nem szeretnék bemenni reggeli műsorba három és fél percre. Mit mondasz három és fél de percig? Ne, nem, Vagy mit nem mondasz? De miért jó, az nekem. Igen. Érted? Mert azt így beszélgetünk egy órát, meg mint tudom, én, töm, én hálás vagyok, minden tök jó. De hogy hogy miért menjek be három percre egy reggeli műsorba két felkészületlen emberhez, ingyérbe úgy, hogy akkor felkelek reggel hatkor. Kisminkelsz. Kisminkelek, felöltözöm, mit, Mine? Igaz És akkor nem megyek. Igen. Nem. Tehát én azt mondtam magamnak, hogy 15 perc alatt nem megyek sehova. Tehát, Igen. hogy 15 Emelkerzel. perc idő alatt, mert az, az nem egy épez. Akkor csak, érted, én vagyok az egyik, hogy teljen az idő. Igen, Azért igen. meg én már nem szeretnék. Még ami nagyon izgul, izgat, hogy csak a szép nőknek, szép férfiaknak áll a világ, vagy csúnyán hmm. is lehet, kövéren is lehet, ha már a súlyokról beszélgetünk. Ne viccelj, szerintem ez annyira az a kövérek e Ugye vannak ezek a nagyon 40 kilós cici nélkül, popsi nélkül lányok, vagy nők, akik állati jól tudnak öltözködni, baromira önbizalmuk van, és jönnek-mennek a világba. És vannak a 100 kiló fölöttiek, akik szégyellik magukat, akik nem mernek kimenni, nem mennek el szórakozni. Nem. És Los Angelesben csináltak egy klubot, az volt a neve, egy Százas Klub, láttam egy dokumentumfilmet róla, ahol tag csak nő lehetett 100 kiló fölött. És megnyitották a klubot, jó, be volt marketingezve, és a férfiak tódultak. Mert, aki a 40 kiló, mert arra gondoltak, hogy aki a 40 kilósakat szereti, ugyanannyinak kell lenni értelemszerűen, aki szereti a kövérnőket konkrétan. De a kövérnők rejtőzködő életet élnek, mert ilyen body shame van, és hogyha van rajtad két centi háj, akkor már szégyeld magad. Ezok nem vesznek föl estei ruhát, nem mennek bárokba, vagy szórakozó vagy mit tudom. Tódultak a férfiak, és akkor csináltak interjúkat, és ott ült Méri, meg egy tök normál alkatú pali, át se értem érit, és mondta, hogy végre is most lesz az esküvőjük, és olyan boldogok. és a... Mert hogy ezek a férfiak, szóval, hogy ez megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy ha te elhiszed magadnak, hogy 150 kilósan is ö, szerethető vagy, akkor te szerethető vagy. Ha meg vannak gyönyörű lányok, derékigérő szőke hajjal, és karcsú, és magas, és idáig ér a combja, és nem tudom. Én látom, hogy, hogy kik, kik, jönnek ott össze, hogy, hogy eszedbe nem jutna, hogy az egyik bármit meglát a másikban. És valahogy találkoznak, és a dolog működik, érted? Szóval, hogy, hogy én egyrészt gyűlölöm ezt, a, ezt az egész mentalitást, ezt a perfekcionizmust. Ha te nem vagy tökéletes, vagy karika van a szemed alatt, vagy a, mit tudom én a nem a, a hajad és nem abba, a, a, stb. Hát hogy akkor te mit akarsz. Igen. Ha már a hajadat mondtad én szerettem a fehér hajadat. Jobban szerettem. Küldöm képet. <laughs> és kiteltem az ágyam mellé, ne? Képet. Én magamat jobban szerettem. Na látod, és ez a fontos. Teljesen mindegy, hogy ki mit mondhat, nem vagy önazonos. Hát az hogy ősz hajadal pedig iszonyatos. Hát volt, aki a, te, neked nagyon tetszett, volt, aki azt mondta, hogy förtelmes, úgy tudsz mindenkinek megfelelni. És akkor neked miért tetszik így jobban, van rá, válaszod? Egy, igen, mert én barna hajú vagyok. Alapvetően és akkor mindig volt vágyam, hogy szőke legyek, mert azt hittem, hogy aztán akkor az pú És akkor pont akkor lettem ilyen fehérhajú, amikor aztán minden korombeli nő, bocsánat, fehérhajú lett, és akkor azt mondtam, hogy na jó, hát akkor most, és mondtam neked, hogy földobott a Google egy ilyen régi fényképet, tehát nem olyan rég, mint öt éveset, ahol barna vagyok, és azt mondtam, hogy de hát ez vagyok én. Lerohantam a DM-be, vettem egy barna festéket. Gyorsan és Igen, és jobban érzem magam. Szóval egyre kevésbé bírom el a műt. A mű dolgokat. Na, de hát ez a hajad mű akkor. Hát nem a tied, a színe. A hajam, az én enyém, a színe. A színe nem a tied. A tie. színe, az fested, de ez az én eredeti hajszínem. Hát, ha még arra is tudsz válaszolni, amit nem értek te, mint bölcsasszony, tele vannak a mai, most már a fiatalok is szilikonnal mindenhol. Hogy erről még sose beszéltél a társkereső mondjuk egy férfival, hogy miért jó egy szilikon mellett nyomogatni? A férfiaknak nem jó. Nem jó? Nem. Ezt, nem ezt mondják a, a párjaiknak, hogy ezt, ezt nem, nem már tudom, ezt nem lehet, hogy már a párjaik mell melle annyira nem érdekli, hogy szóljon, érted? De hogy nem is az a baj, hanem hogy a fiatal lányok, hogy ezt kapják érettségire ajándékba. Tudod? Meg, meg uh, szemműtétet, meg izét a, 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 ezt a felfújját. Meg ilyen ez aranyfonalat, a, Igen, mi? meg 18 évesen nem egyet tudok, akinek ez volt az érettségi ajándéka. Szóval brutál hová megy a világ, és most beszélgettem valakivel, akinek az unokája, kórházba fekszik, és szondával táplálják, mert az internetről látott valami olyan TikTokon, vagy mit tudom én, olyan fogyókúrát, hogy lefogyott a tíz éves kislány, nem tudom, 18 kiló, nem, most nem akarok hazudni, de írdatlan, annyira, hogy mert ott volt valami kihívás, hogy ki mennyit tud lefogyni milyen idő alatt, és. Benevezett a versenyre. És benevezett a versenyre, és a kórházba fekszik, és táplálják szondában, mert nem tudja felvenni a szervezete a, a táplálék. Szóval, hogy, hogy borzalom, Borz, bor, nekem borzalom, és abban vigasztalom magam, hogy biztos csak azért látom így, mert hogy én már öreg vagyok, de nem. Mert találkozom az áldozatokkal, már úgy értem, hogy akik hogy a e, 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 nincs valakinek elég, tehát ha nincs elég erőd önbizalmad, ha, ha nincs egy betonbiztos értékrended, amire azt mondod, hogy lehet, hogy az egész világ ezt csinálja, de ez nem jó. Én ezt nem csinálom. És akkor ettől, és főleg ugye fiatalkorban ez nagyon nehéz, mert hát mennyi ilyen zaklatás van verbális is, meg fizikai is, hogy az interneten elkezdik uh, csesztetni, hány gyerek lett öngyilkos, meg hány gyereknek lett baja ettől, hogy ugye a, a gyerek akkor jár a legjobban, hogyha hasonlít a közösséghez, amiben él. És hogyha ott mindenki nem tudom, mit csinál, füvezik, vagy cigizik, vagy iszik, akkor ő is fog füvezni, cigizni, inni, hogy ne lógjon ki. Igen. És hogyha ezt nem tanítják meg neki, de még akkor is nagyon nehéz. Szóval ő, ő, mennyi probléma van, és az emberek szét vannak frusztrálódva. Na, még egy búcsú. A mesterséges intelligenciát kipróbáltad a társkeresésnél? Nem. Nem? Lehetséges, hogy lehetne ezt használni, vagy nem tudod? Szerintem Ez már nem, nem a te világod? Szerintem nem, 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 nem arról van szó, hanem én azt gondolom, hogy a, az, amitől két ember kell egymásnak, ott van a misztérium. És az szerintem a mesterséges intelligenciával sem található ki hogy az, persze lehet, hogyha egy csomó, nem tudom, vérképet, meg, meg sejtanalízist, meg nem tudom, mi a túrót betáplálnának, akkor lehet, hogy valamivel jobban csinálná, de hogy, hogy, az, hogy ez mitől függ, ha ez nem úgy lenne, hogy fogalmunk nincs. Én azt szoktam mondani a társkeresőknek, hogy ne azt, ne azt tudja, hogy kit keres, mert fogalma nincs, hogy ki mindenkibe tud beleszeretni. Azt kell tudni, hogy kit nem. Ez ahol... ugyanaz, amit mondta, hogy mit nem tudok, nem az az igen, érdekes, hogy, amit mi, tudok. hogy miben nem tud kompromisszumot kötni, azt addig, ha az embernek van megfelelő ismeret, akkor azt nyilván tudja, hogy mi az, ahol, ahol nem tud engedni, és azt addig kell listába szedni, amíg nem jön valami cuki, és akkor azt mondom, hogy hát igen, de nem baj, te mit? Mert az... tudná elfogadni. A legkevésbé? Igen. Ha valakinek nincs humora. Hát igen, ez olyan egyértelműnek tűnik, mert hogy végig nevették a szüleid is az életüket, tehát ezt is örököl, tehát hogy vidáman lehet csak. Igen, igen. Meg, meg a humor az egy nagyon kényes dolog, mert nem az a humor, tehát hogy nem annak van humora, aki sok viccet tud. Igen. Az egy pojáca. Hát <laughs> Jó, hát semmi, ez egy társaságban ez úgy jól jön, de az életben nem biztos, hogy jön, vagy jó. Nagyon szépen köszönöm Kánya Katának. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Köszi. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, az életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.